talán azt is lehetne mondani, hogy minden fronton a szegénység és a ramatásom veszíti a csatáit a fidesz szemben. Azért mondom ezt, mert amit elnökségi taktársam elmondott, az az összes társadalom rétegre, akik hátrányosan helyzetek ma Magyarországon, beleértve romákat is érinti. Ezen belül ugye néhány dolgot azért szeretnék kiemelni roma ügyben is, ami azt jelenti, hogy a a mai helyzetben azt lehet látni és tapasztalni, hogy a Fidesz frakciója politikai karanténba zárta a roma származású képviselőit. Itt elsősorban Berényi Lászlóra és Farkas Fóriára gondolok, és azért zárt a karanténba, mert hogyha a legutóbbi üléstapokat nézzük, parlament üléstapokat nézzük, akkor azt lehet tapasztalni, hogy olyan kezdeményezést, amit a magyar szocialista párt tett a parlamentben, azt nem csak a romák akarták, a cigányok akarták ebbe az országba, hanem nagyon sokan, az az úgynevezett etikai bizottság felállítását a parlamente belül, amely a különböző akár bekiválásokat, akár pedig a kisebbségek elleni izgatásra utaló jeleket, mondatokat visszatudja valamint szinten folytatni. Berényi László nem csak Somogy megyébe, hanem az országban is azt gondolom, hogy nagy mértékben gyengíti, csorbítja a magyarországi kisebbségek esélyét, az emberi romák esélyét, abból a szempontból, hogy, hogy legalább a parlament, parlament falain belül tudja visszaszorítani az a csoport, vagy az a személy azokat a megnyilvánulásait, amit tesz a cigánysággal szembe, vagy a kisebbségekkel szemben. Tehát nagyot hibázott és vétett a magyarországi cigánysága a kisebbségekkel szemben. Berényi László, amikor módosításával ezt az etikai bizottság felállítását megvétozta, és a Fidesz többség pedig elfogadta. Ezért van Berény László a Fidesz politikai karanténjába. Farkas Hórián pedig azért kell ebben a dologban kiemelni, és szintén azt lehet mondani, hogy politikai karanténban van, mert akkor, amikor felajánlotta Balogh Zoltán miniszter úr az államtitkársági pozíciót Farkas akkor nem az ő döntését hozta meg akkor valószínű, amikor azt mondta, hogy nem fogadja el ezt a felajánlott pozíciót, hanem belső hangok sugallatára, a Fidesz belső hangjainak sugalatára tette azt, amit tett, mert csak megkérdezném, és ugye költően lehet csak most megkérdezni, hogy Farkas Forjánon kívül nincsen egyetlen egy roma sem, aki jó lenne, vagy méltó lenne arra, vagy alkalmas lenne arra, hogy esetleg betöltsön egy Roma származású személy, egy politikai államtitkári vagy egy államtitkári szerepkört, vagy nincs-e más a Fidesz frakcióba, vagy a frakción kívül az országos roma önkormányzatba, aki ne talán át tudná venni az országos roma önkormányzat elnöki pozícióját? Erre a válaszom természetesen van, mert nem lehet azt mondani a, a Lungodrom közösségébe, vagy a Magyarországi Cigányság közösségébe nincs itt. Tehát azt gondolom, hogy nem a saját döntéseiket hozzák meg akkor, amikor meghozzák azokat a politikai döntéseket, amely nagy mértékben kihat negatívan a magyarországi romákra, saját maguk előnye kovácsolására. Balogh Zoltán nem mond igazat akkor, amikor azt mondja, hogy miniszteri szintre emeli, a, emelte a roma ügyet most ebben az időszakban, csak újra költői kérdést teszek fel az esélyegyelőségi minisztérium, amely létrejött lévő kalatolyn vezetésével, az milyen szinten kezelte a roma ügyet? Nem miniszteri szinten. Tehát azt gondolom, hogy populista módon lehet arról beszélni, és jó hangzatos szavakkal illetni a roma közösséget, akit lehet, hogy be is tudnak csapni, de azok, akik jártassabbak és jobban elmerülnek ezekbe a kérdésekbe, tudjuk, hogy ez nem így van, és nem most emelődött miniszteri szintre, hanem amióta a rendszerváltás ott a parlamenti ciklusok vannak, minden esetben a miniszterek felelnek a különböző szakpolitikákért, ebben az esetben is természetesen a miniszter felel, csak az a szomorú, hogy nincsen egy olyan roma származású személy, már pedig igen, tudom, hogy van nagyon sok olyan roma származású személy, aki eh, diplomás roma, aki értelmiségként érne be az országba, és csak a lehetőséget vonják meg attól, hogy ő be tudjon tölteni egy-két pozíciót. A a szakpolitikákról néhány dolgot. Azt gondolom, hogy ö, egyre tisztában ö, látszik most már az, hogy nincs mit szégyenélje a Magyar Szociista Pártnak a kormányzása idején eltöltött időszakban, roma ügyben. Többet is, lehetett tenni, ö, többet is lehetett volna tenni, ez tény. Viszont azt gondolom, hogy ha most megnézik a köznevési törvényt, amiről Ildiko beszélt, akkor abból abszolút kitűnik az, hogy nem egy-két évre visszamenőlegesen próbálja meg a roma értelmiséget lebutítani és a, akik fiatalok most szintén lebutítani, hanem több tíz évre próbálja ezt megtenni azokkal a határozatokkal, intézkedésekkel, rendeletekkel és törvényekkel, amely a köztnevelési törvény akár országos, tehát a parlamenti, akár pedig a helyi rendszerben megvalósulnak. Ugye a 16 évet kimelte Ildikó, és én is szeretnék arra kitérni, hogy igen, az azt jelenti, hogy hosszú távon ne várjuk azt, hogy roma értelmiségiek a középiskola befejezését el fogják tudni végezni, mert a család fenntartása a sokkal fontosabb lesz számukra, és ezáltal 16 éves korban valószínű, hogy el fognak menni dolgozni. Felsoktatásban szintén hasonló olyan problémákat látok, amely a roma nem nemhogy erősítést adna, hanem láthatóvá teszi, hogy visszaveti annak a lehetőségét, hogy esetleg a főiskolai vagy egyetemi székekbe be tudjanak tömegesen ülni romák. E, Sorolhatnám többit az ombudsmani intézmény megszűnéséről egy gondolatot. Azt gondolom, hogyha nem akarja a Fidesz az etikai bizottság felállítását a parlamenten belül, és különböző törvények nem védik most már a hazai nemzeti etnikai kisebbségeket, akkor azt gondolom, hogy el kellene gondolkodni, és azt gondolom, hogy nem csak javaslom, hanem követelem is, hogy állítsák vissza az ombudsmani intézmény, a független ombudsmani intézmény rendszert, mert igazi védelmet tudott adni a hazai kisebbségeknek, és annak a megszüntetése az egyenlő azzal, hogy felszámolta a demokráciát a Fidesz kormányzat. Ezért tehát ezt mindenképpen nagyon fontosnak tartottam kiemelni, mert a többiek is fajsúlyos kérdések, többi is fajsúlyos kérdés, mint például az intézményeink megszüntetése, itt a Magyarországi Cigányoki Közapítványra gondolok elsősorban, amely átláthatóvá tette a forrásoknak a lehívását és a forrásoknak a nagyságát, ami Roma ügyben megjelent. Ezeket is ö, ö, megszüntette, illetve egy tolvonással elvonta azt, amit. 1995-ben még a Horn kormány létrehozott. Tehát ezek a, az, ezek a, pontok a legfontosabb pontok, amely nagyon érintik a magyarországi romákat, és a Fidesznek van felelőssége, felelőssége hogy a fülkeforradalommal ne éljen, ne visszaéljen, hanem éljen vele. Köszönöm szépen!